Nagy volt a nyüzsgés vasárnap az Etó Parkban, a jó idő és a szokásos bolhapiac rengeteg érdeklődőt vonzott a parkolóba. Voltak, akik csak nézelődni jöttek, más konkrét céllal érkezett. Édel Ferenc fűnyírót szeretett volna venni, és sikerrel is járt. Gyakran járok ide, és láttam azt, hogy vannak viszonylag jó állapotú fűnyírók, viszonylag baráti áron, úgyhogy mindenképpen itt terveztem a vásárlást. Sok embert a tavaszias időjárás vonzott a piacra, de így sem mentek haza üres kézzel. Nézegetek, apróságokat vásároltam kisunokámnak, játékot, karkötőt, ilyesmiket, kisebb dolgokat. Húsok, könyvek, ruhák, régiségek, és még sorolhatnánk, megszámlálhatatlan mennyiségű portéka a hatalmas standokon. A bolha piacon mindent lehet kapni. Az árusok azt mondták, idén, most vasárnap voltak a legtöbben. Mi több helyen is árulunk, de viszont itt azt tapasztaljuk, hogy vasárnap, ha esik az eső, akkor is jönnek ki az emberek. Tehát nem úgy, mint mondjuk Pápán, ahol árulunk, esik az eső, ott aztán nincsen vásárló. Van, akkor is itt ugye, hát nem az a nagy forgalom, de van. Ez az első nap, én szerintem, hogy ilyen csodálatos idő van. Azért kimerészkedtek, de eddig nem voltak. Én ritkán járok már, ritkán vagyok itt a hétvégén, de mindig sokan vannak. Ebben valószínűleg szerepet játszik a vasárnapi zárvatartás is. Most a jó idő is, meg hát az, hogy a üzletek viszonylag zárva vannak, tehát a nagyobb üzletek, szerintem az is vonza itt a tömeget. Meg hát nagyon sok mindent lehet kapni, viszonylag jó árakon szerintem. Ma elkezdődött ugye a piaci forgalom, tehát azért vannak ma már emberek. Meg ugye hozzájárul az, hogy vasárnap nincsenek nyitva a plázák, hát gondolom, hogy azért van, de általában jó forgalom szokott lenni. Voltak olyanok is, akik azt mondták, őket nem befolyásolja, hogy a bevásárlóközpontok zárva vannak, egyszerűen csak szeretnek piacra járni. Itt lehet alkudozni, nézelődni, és az árak sincsenek az egekben, ezért ők eddig is, és ezután is inkább a vásárlásnak ezt a formáját választják majd.